Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket ismételten! A mai alkalommal egy olyan előadás következik, ami elsőre kicsit sejtelmes, kicsit rejtélyesnek tűnik. A vér tudja ő útjait, a véráramlástan rejtelmeiről fog beszélni. Dr. Német Norbert, egyetemi tanár professzor úr, aki a sebészeti műtéttani tanszéknek a professzora. Kevesen tudják róla a szélesebb közvéleményben, hogy nem csak kiváló orvos, hanem egyben ő okleveles közgazdász, de ami ennél, hogy is mondjam, még inkább fel tudja csigázni az emberek érdeklődését, az az, hogy nagyon kiváló zeneszerző is. Nagyon komoly műveket alkot, ezeket rendszeresen játszák is a különböző szimfonikus zenekarok, és amikor a Általános Orvostudományi Kar centenáriuma volt, abból az alkalomból egy szimfóniát is komponált, amit a Csokonai Színházban mutattak be. Volt szerencsém ott lenni, hallgatni, látni, és azt kell mondani, hogy német Norbert nevét, hogy az utókor az orvosként fogja nagyobb gyakorisággal emlegetni, vagy zeneszerzőként, ezt most még nem tudjuk, de hogy mind a kettőben kiváló, az bizonyos. Remélem, hogy az érdeklődést sikerült az előadás iránt is felkelteni a professzor a iránt is. Úgyhogy kívánom önöknek, hogy a vér áramlásnak különböző rejtelmeiben tudjanak elmélyülni, és jó szórakozást kívánok. Tisztelettel köszöntöm Önöket, és szeretném megköszönni a szervezőknek a megtisztelő felkérést, hogy itt lehetek, és Önök előtt beszélhetek arról a kedves témáról, ami engem foglalkoztat, nevezetesen a véráramlás tanról, hiszen a sebészeti kutatások során nagyon sokszor előkerül ez a problémakör, amelyben még számos megválaszolatlan kérdés van. A véráramlás valami fantasztikusan megtervezett, megteremtett, gyönyörű összetettségű rendszer, ami összetettsége és szépsége mellett számos ponton el tud romlani. Gondoljunk csak azokra az állapotokra, betegségekre, amikor a érfalak rigiditása változik, tágulatok, szűkületek befolyásolják, a szívpumpa funkciója, vagy éppen a vér összetétele az, amely befolyásolja azt a nagyszerű feladatot, hogy a vér ellássa tápanyaggal és oxigénnel a szöveteket. Nagyon kevés szó esik azonban arról a komponensről, ami az érfalon belül helyezkedik el, azaz a vér alakos elemeinek az egyenkénti rugalmasságáról és interakciójáról. Tulajdonképpen ez az az összefüggő hemorreológia a véráramlástan, ami oly sok szépséget és nyitott kérdést kérdés tartogat még magában. Erről szeretnék egy picit ma beszélni. A híres patológus Firhó egyszer azt írta, hogy egy orvosi témájú előadása a medicina történetére való hivatkozás nélkül barbár cselekedet, semmiképpen sem szeretnék ilyet tenni, ezért engedjék meg, hogy röviden néhány gondolatot szóljak a vér, véráramlás orvos történeti jelentőségéről. Hogy annak idején talán az első írásos nyoma a véráramlás tannak, illetve a vérrel és a, egyáltalán az életfunkcióknak a jelentőségéről, az egyiptomi papírusokban lelhető fel, nevezetesen az Ébersz papírusban, amelyben az iratik, hogy ha az orvos bárhol érinti meg a testet, bármely végtagon, ott a szív beszél, és bizony, még az Edwin Smith papírusban is, ahol bizonyos vérzéscsillapítási módszerek is leírásra kerültek, az egyiptomiak tudták, és azt gondolták, hogy a szív a legfontosabb szerv, a szív a keringés, az általuk úgy gondolt keringés központja, bár igazi keringésről nem volt szó, hiszen uh, ereket uh, és egyéb csatornácskákat nem különítettek el egymástól, mindent métunak neveztek, ami a vért, a levegőt, a nyálat, könnyet, vizeletet szállította. De mégis feltételezésük volt, hogy a szív a legfontosabb szerepet játszó szerv ebben. Ezért hagyták benne egyébként a múmiákban is a szívet. Aztán egy picit ugrunk, akkor meg kell említeni, a görögöket, az ókori görög polihisztorokat, akik bevezették a négy folyadék elméletét, ezek egyensúlyát és egyensúly zavarát, mint az egészség és a betegség magyarázatát. Ugye a négy fő folyadék, ugye a vér, sárga, epe, fekete epe és a nyák volt, és hát tulajdonképpen ez a rendszer, ami ugye a, a diszkrázia, eukrázia vonatkozásában, az az egyensúlytalanság és az egyensúly vonatkozásában magyarázta a betegségeket, elváltozásokat és egyáltalán a terápiát is. Hát erről ugye hippokratézi, kötetekben, illetve tanokban sokat tanulhattak és tanulhatott az, aki ezzel foglalkozott. Arisztotelész a funkciót és a struktúrát kötötte össze, ír a szív pumpa funkciójáról, de meg kell említeni Herofiluszt és Erasisztrátuszt is, aki a keringés tannal az akkori tudást illetően sokat foglalkozott hogy honnan is jött ez a négyféle folyadék, egy egyszerű megfigyelésből, a vér megfigyeléséből, ez a hematoszkópia szó jelentése. Megfigyelték ugyanis, hogyha egy vér egy edénybe kikerül, és azt ott hagyják, akkor az alvadás után ez elemeire válik szét, ez jól ismert folyamat és tulajdonképpen így különítették el ezt a négy összetevőt, de hogyha idehozunk egy antikoagulált és lecentrifugált vérmintát, és párhuzamba állítjuk, hogy vajon mi felelhetett meg a sárga epének, a nyáknak, illetve a fekete epének vérnek, akkor nagyon jól látjuk azt, hogy valóban volt ebben valami, hogy az összetételben való egyensúly, illetve egyensúly zavar valóban betegségek jele, kísérője lehetett. Ez tulajdonképpen az a doktrina, ami még a 19. századig is uralta az orvoslást Európában, az úgynevezett humorál patológia, majdnem mindent ennek az egyensúly felbomlásának, a zavaraira, illetve jelentőségére vezettek vissza terápiában és diagnosztikában egyaránt. Ugye Erasis azt gondolta, hogy az artériákban levegő van, és csak a vénák tartalmaznak vért, és ez nem is átjárható. Picike pórusok lehetnek, ő szinanastomózusoknak mondta, és hát bizonyos gyulladásos, pangásos folyamatokban járhatóak ezek csak át. Ez volt az a tan, ami, ami sokáig nem változott. Galénus, akinek szintén egy dogma köthető a nevéhez, azt állította, hogy nem is a szív a keringés központja, hanem a máj, és bizony ez a dogma európai orvosi iskolákban 14 évszázadon keresztül uralkodott, hogy megnézzük, mikor élt Galénusz, és megnézzük a jobb oldalon lévő 16. századi kiadványt, gyakorlatilag látszik az, hogy évszázadokon keresztül ezt tanulták az orvostan hallgatók, nevezetesen azt, hogy ugye a bélből felszívódó anyag a májba kerül és egyfajta természetes esszenciává alakul, ami aztán nagyerek mentén éri el a test különböző részeit. Az az eszencia, ami bekerül a szívbe, ott átdifundál, a jobb oldalról a bal oldalra, ugye nevezetesen a jobb kamrából a bal kamrába, gondolták, hogy ez a fal itt átjárható, ott megtelik erővel, ez lesz a vitális esszencia, ami aztán szétterjed a testben, és az agyba bekerülő esszencia az idegek mentén terjed majd tova, mint egyfajta lelki esszencia. Hát ez nem sokat változott, ahogy mondtam, évszázadokon keresztül, nem is nagyon tudtak mit csinálni, csak az egyensúlyzavat kezelni, például érmeccéssel, köpölyözéssel, orvosi piócák alkalmazásával keveset fejlődött itt az orvostudomány. Aztán ugye a reneszánsz időkben sok minden újra ennek sok, sok, oka volt, és ugye Vezáliusz az, aki tisztázott bizonyos anatómiai kérdéseket, ugye a leghíresebb műve az emberi test összetételéről szóló kiadvány, amit a Tiziánó tanítvány Janfa Karkar rajzai és metszetei díszítenek, és ezeken a metszeteken rajzokon jól látszik az, hogy Vezáliusz letisztázta a nagyerek rendszerét, és bebizonyította azt is, hogy Erasistrátusnak és Galénusnak nem volt abban igaza, hogy a szív kamra, kamráit elválasztó szeptum fal átjárható, és ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy aztán későbbiekben Harvey megállapíthassa, hogy bizony a keringés központja a szív, és valódi vérkeringés van, nagy vérkörrel, kis vérkörrel, megfelelő billentyűkkel és nyomásviszonyokkal. Hát ez az, amit mi is tanultunk már, és ez az, ami sok-sok évszázad után tisztázódott. Leonardo da Vinci volt az első, aki a kapillárisokat leírta, hogy a erazisztrátus által feltételezett szünanasztomózisok jelentősége itt testesül meg, és majd csak Malpigi lesz az, aki egyik művében, amikor békatüdőt vizsgált, leírta a valódi kapillárisok jelentőségét. Itt ő látott keringő, mozgolódó kis globulusokat, ő így hívta, azt gondolta, hogy ezek zsírcseppek, de az a tudós, tulajdonképpen amatőr tudós, de mégis nagy mértékben hozzájárult a, a, tudomány fejlődéséhez, aki sejtes elemnek nevezte ezeket, a vörösvérsejteket, Antoni von Löwenhock, vagy Löwenhock volt, aki egy általa készített kis nagyító szerkezettel, ami nem volt talán nagyobb, mint egy távirányító, különböző anyagokat vizsgált, köztük a vért is, és azt figyelte meg, hogy ezek a kis globulusok sokkal rugalmasabbak, mint ahogy ő ezt valaha is gondolta, és hogy különböző körülmények között ezeket vizsgálta. Megfigyelte, hogy akár háromszorosukra is elnyúlhatnak, anélkül, hogy felszakadnának. Tulajdonképpen modernét értelemben a vörösvérsejt deformabilitásról beszél itt. Majd azt is leírja, hogy ahogy ezek a kis eh, globulusok egymás mellé eh, rendeződnek, különböző formát vehetnek fel, köszönve az ő rugalmasságuknak, és hát azt is oda teszi, hogy micsoda eminens, kiemelkedő öröm volt számára, hogy ezt megfigyelheti. És valóban ezek voltak az első leírások az úgynevezett mikroreológiai paramétereknek. Valaki aztán arra is vetemedett, hogy rekonstruálja ezt a kis nagyító szerkezetet, és itt ezen keresztül láthatjuk azt, amit Löwenhuk láthatott. Ez lehetett az a kép, amiben ő megfigyelte, hogy különböző betegségekben vajon mennyire csapódik össze ez a vörösvérsejt tömeg, és valóban le is írta azt, hogy lázas betegekben, vagy például terhesektől származó vérmintákban ez az összekapcsolódás bizony nagyobb mértékű, mint nem terhes nőknél, vagy éppen egészséges állapotban. Ezeknek nagy jelentősége volt. Tehát a reológia, hemoreológia összetett, és nem csak az alakos és plazmatikus komponensek számítanak, hanem az érfal, mint egység számít itt, és ez az, ami a reológia igazi fogalma és tárgyküle, és bár láttuk, hogy ugye ennek nagyon komoly gyökerei vannak a tudomány történetben, mégis a 20. század második felére állt össze ez a tudományág, gyakorlatilag egy külön entitássá, amit ma így nevezünk, hogy hemoreológia és azt is látjuk benne, hogy ennek a központi paramétere, legfontosabb megnyilvánuló paramétere a vér viszkozitása, ami számos fizikai és egyéb tényezőtől függ, az összetétel, milyen a plazma összetétele, abban mennyi víz van, mennyi zsír, mennyi fehérje, különösen azok a fehérjék számítanak, ami hosszú, elnyúlt vagy ágasbogas térszerkezetűek, mennyi vérsejt van a vérben, nyilvánvalóan itt a vörösvérsejtek száma számít elsődlegesen, de mennyi fehérvérsejt, mennyi trombocita, és ezeknek a vérsejteknek egyáltalán milyen a saját tulajdonsága, mekkorák, mennyire rugalmasak, mennyire képlékenyek, hogyha szabad ezt a régies szót használni, amit lővenhok is használt, vagy milyen mértékben kapcsolódnak egymáshoz. És bizony ez a rendszer, bárhol húzzuk meg ezt a terítőt, nagyon komplex módon változik, és számos korfolyamat betegség érintheti ezeket. Szeretném, hogyha picit betekintenénk ennek a hátterébe, hogy mit is jelent a viszkozitás, és egyáltalán ezek a reológiai fogalmak. Hogyha bármely folyadék áramlását elképzeljük, és úgy próbáljuk modellezni, hogy egymással párhuzamos folyadék rétegek mozognak, akkor egy ilyen folyadék rétegre, egy egységnyi felületre ható erő jelenti a nyírófeszültséget. Ennek hatására a rétegek elmozdulhatnak egymáson, ez a sebességgrádiens, és a kettő viszonya, a nyírófeszültség és a sebességgrádiens viszonya tulajdonképpen egy parciális integrálással kifejezhető a dinamikus viszkozitás maga. Minél sűrűbb, ha szabad így fogalmazni, minél viszkozusabb a folyadék, bizony annál nagyobb erő kell ahhoz, hogy egyáltalán egy elmozdulás generáljunk. És ilyen tekintetben ö, többféle folyadék típus létezik. Itt kettő fő ö, fajtát mutatnék be, a newtoni folyadékot és a nem newtoni folyadékot. Newtoni folyadékokra az jellemző, hogy a nyírófeszültség és a sebesség rádiáns kapcsolata lineáris. Ezek azok a folyadékok, amelyek viszonylag homogének, például a víz, az olaj, vagy a vérünkben a plazma és a szérum, Egységnyi, nyíró feszültség emelkedése hasonló mértékű sebességgrádiens növekedést fog létrehozni. Ezért lineáris a kapcsolat. Nem newtoni folyadékoknál ez a kapcsolat nem lineáris, a felső görbülő ábra részt, hogyha nézzük, és az is látszik, hogy sok esetben bizonyos nyírófeszültség eleve szükséges ahhoz, hogy meginduljon az áramlás. Ezt küszöbb feszültségnek hívják. Ilyen a mi vérünk. Tehát kell egy bizonyos energia, erő ahhoz, hogy egyáltalán a vér meginduljon, és bizony a ráadott nyírófeszültség, a ráadott erő mértékétől függően különböző áramlási sebességek jelennek meg, és ennek a hátterében nyilvánvalóan a viszkozitás egyes összetevői állnak. Hogyha a jobboldali ábra részt nézzük, akkor a viszkozitás kerül ábrázolásra a sebességrádiens függvényében, newtoni folyadékoknál ez párhuzamos a sebességrádienssel, azaz teljesen mindegy, hogy milyen sebességgel folyik, a viszkozitása állandó, azonban teljes vérnél azt látjuk, hogy ez... Nem lineáris, minél gyorsabban áramlik a vér, annál kisebb a viszkozitása, minél lassabban áramlik a vér, például a vénás rendszerünk bizonyos területein, annál magasabb a viszkozitás. Ez egy nagyon érdekes nem-nyújtoni karakterisztika, ami számos korfolyamatban lehet jelzőértékű is. Ugye, ahogy említettem, a viszkozitás egyik fő meghatározó tényezője az, hogy mennyi Korpuszkolum, mennyi vérsejt van a vérben. Ez a kapcsolat sem lineáris, inkább exponenciális jellegű. Itt azt lehet látni, hogy a hematokrit, azaz vörös vérsejtek számával összefüggő paraméter növekedésével hogyan emelkedik a vérviszkozitás, és egy bizonyos határon túl egységnyi hematokrit emelkedés mindig több, mint egy egységnyi viszkozitás emelkedésben nyilvánul meg. És ahogy említettem, természetesen a plazma összetételétől és az egyes vérsejtek egymás közötti interakciójától és rugalmasságától is függ az, hogy egyáltalán mekkora lesz a vér viszkozítása. A baloldali ábrán három különböző hematokritú, azaz három különböző vörösvérsejt, tar szám vörösvérsejt tartalmú e mintát vizsgálunk, és a viszkozitás kerül ábrázolásra. Látszik az, hogy ez a nem Newtoni karakterisztika minél kifejezettebb, eh, ahogy a hematokrit emelkedik. Tehát egy magasabb vörösvérsejtszám, magasabb hematokrit mellett sokkal kifejezettebb a viszkozitás emelkedés alacsony áramlási sebességnél, azaz a nem Newtoni karakterisztika. A jobboldali ábrán eh, az látszik, hogy a viszkozitás és a hematokrit egyrészt hogyan függ össze, erről már beszéltem, egy emelkedő, inkább exponenciális jellegű. Ugyanakkor, ahogy a viszkozitás emelkedik, bizony az áramlás csökkenni fog, hiszen minél sűrűbb egy folyadék, annál nehezebben áramlik adott nyomás viszonyok mellett. Gondoljunk arra, hogy egy víz ö, folyik például egy csőben, vagy méz, ugyanakkor a nyomás mellett érezzük azt, hogy minél magasabb a viszkozitás, annál kisebb az áramlás mértéke. A kettő között kihúzott vastag vonal, ami egyfajta haranggörbe alakú megjelenés mutat, az egy nagyon érdekes tulajdonságot tükröz, nevezetesen az oxigén transport kapacitást. Ugye a vérben az oxigén szállításért a vörösvérsejtek felelősek. Minél több vörösvérsejt van, ugye annál nagyobb mennyiségű oxigént tud szállítani az a vér, vagy potenciálisan e, tudnak szállítani. Viszont, hogyha sok vörös vérsejt van, emelkedik a hematokrit, emelkedik a viszkozitás, és csökken az áramlás. Tehát kell egy olyan optimális hematokrit, ami tulajdonképpen a lehető legtöbb vörös szám, a lehető legmagasabb vörös szám, a lehető legalacsonyabb viszkozitás mellett nyilvánul meg, ez itt az úgynevezett optimális hematokrit pontja, ez különböző betegségekben bizony eltolódhat. Ugye, hogy megértsük azt, amit az imént mondtam, hogy miért csökken az áramlás, hogy a viszkozitás emelkedik, a klasszikus poiseuille törvényt hoztam ide, ami kimondja, hogy egy adott hosszúságú, adott sugarú csőben az áramlás mértéke egyenesen arányos a cső két vége között fellépő nyomásgrádienssel, egyenesen arányos a sugár negyedik hatványával, és fordítottan arányos a cső hosszával és a benne folyó áramló folyadék viszkozításával. Nyilván ez akkor igaz, hogy a newtoni folyadék, meg rigid, cilindrikus csőről beszélünk, és lamináris áramlásról. Ilyen kondíciók azért ritkán vannak ugye az emberi testben, ahogy elmondtam, mégis azért a nagyerekben nagy jó közelítéssel az alkalmazható. Mint ahogy a Bernoulli törvénynek is nagy jelentősége van, itt ugye az összenyomható közegek vonatkozásában szeretném itt a vér áramlástanát kontextusba hozni. Ugye azt mondja ki ez a törvény, hogy a sebesség és a nyomás kapcsolata gyakorlatilag egy konstans jelleget vesz fel, áramló közegben, egy áramvonal mentén a különböző energia összetevők összege állandó. Tehát, hogyha az áramlási sebesség növekszik, akkor a nyomásnak csökkennie kell. Ugye ez nagyon sok folyamatban bír jelentőséggel, például egy szűkület esetében, szűkület előtti, szűkület alatti, vagy éppen a mögöttes területen létrejövő áramlási viszonyok különböző mértékű erőt fognak képviselni, nem csak a vérben mozgó áramló sejtekre, hanem bizony az érfalra is, amelyről majd szólni fogok. Abban az esetben, amikor egy kiegyensúlyozott áramlási profil van, ez a felső ábra részen látszik, kialakul egyfajta sebesség profil az érpályán belül. Hogyha elképzeljük azt, hogy egy érpályát hosszanti síkban elmetszünk, akkor azt látjuk, hogy a érfalhoz közeli folyadék rétegek lassabban áramlanak majd, hiszen itt a súrlódás is nagyobb. Picit, ha beljebb megyünk a tengely felé, mindig szabadabban, könnyebben mozognak azok a folyadék rétegek, és bizony a legnagyobb áramlási sebesség az ér tengelye mentén látszik. Lamináris áramlás esetén így néz ki ez a profil. Vannak olyan helyzetek, amikor az áramlás lassulás miatt, vagy tulajdonképpen az érgeometria változatossága miatt ezek az áramvonalak, ezek a folyadék rétegek nem szabályosan mozdulnak, hanem megjelenik bennük a káosz valamikor a mértékben, valamiféle zavarodottság keletkezik, picikek és turbulens elemek jelennek meg. Ez a Turbulencia iránya, aminek ugye több fokozata van. Hogyha egy érszakaszba képzeljük ugye az áramló vért, és például elindul egy mellékág, abba is belép a vér, ki kell alakulnia egy új áramlási viszonynak, egy egyensúlynak. Ezt ki lehet számolni, hogy milyen távolságot jelent, lamináris áramlás, vagy éppen turbulens áramlás esetén. Ugye az ér geometria szükséges hozzá, és egy, egy, nagyon érdekes szám, az úgynevezett Reynolds szám, ami kiszámítható az átmérőből, sebességből, folyadék, itt jelen esetben a vér, denzitásából, illetve a viszkozitásból, és hogyha ez egy magas szám, 2000 feletti vagy több ezres szám, akkor bizony azt jelenti, hogy turbulens elemek, kaotikus elemek jelennek meg az áramlásban. Amennyiben ez a Reynolds szám alacsony, akár ezer, vagy csak néhány száz, vagy még kevesebb, akkor jó eséllyel egy egyensúlyban lévő lamináris áramlásról beszélhetünk. Ezek mind jelen vannak a keringési rendszerünk mentén, a kiserektől a nagyerekig, és tulajdonképpen milliméterről milliméterre vagy még kisebb dimenzióban ezek változnak. A lamináris áramlás, tehát az egyensúlyban lévő kaotikus elemek nélküli áramlás esetén jól működik a pohasszúl összefüggés, tehát hogyha emeljük a nyomást, emelkedik a vérnyomás például, akkor az áramlás is emelkedik. Ez látszik a görbének a kezdeti szakaszán, tulajdonképpen ez egy lineális. De ahogy megjelenik, egy adott nyomás és sebesség kombináció felett a káosz valamilyen mértékben, ugye a turbulencia, azaz a Reynolds-szám emelkedik, akkor látjuk azt, hogy ez a görbe elfárad, hiába emeljük a nyomást, nem fog az áramlás tovább emelkedni. Tehát egy megzavart, turbulens áramlás esetén egy magasabb nyomás sem képes, olyan áramlási mértéket előidézni, mintha ez az áramlási profil egy kiegyensúlyozott lamináris lenne. Ráadásul itt ugye a pulzatilitás is számít, ugye nem egységesen áramlik a vér, hanem nyomás hullámok vannak benne, elsődleges nyomás ugye a szívpumpa funkciójával függnek össze, de a légzéssel is összefüggő nyomás oszcillációk jelentkezhetnek, valamint az érpálya saját mozgásából, ugye az érfal összehúzódásából, elernyedéséből is származó hullámok, oszcillációk keletkezhetnek. Hát erre is van egy matematikai képlet, ami még itt számol bizonyos modellekkel. Én azt gondolom, a fő üzenet az, hogy ez az áramlás pulzatilitással is jár. Ráadásul, amiket itt mutogattam, összefüggéseket, törvényeket, képleteket, mindegyiknek volt feltétele, milyen legyen az érfalát metszete, milyen legyen az áramlási viszony. Bizony ebből érezhetjük azt is, hogy a valóságban, az élő szervezetben ez sokkal, de sokkal bonyolultabb, hiszen például Teljesen körátmetszetű ér talán nincs is. Vagy ha éppen van, az egy milliméterrel vagy fél milliméterrel aréb már nem úgy fog kinézni. Csak példaképpen hoztam ide egy képet, ez a e, bél rendszerünkből e, származó pici Vácskának a keresztmetszeti képe adott helyen éppen. Látjuk azt, hogy a kör átmetszethez hát ez igen távol áll, tehát azok a szabályok, paraméterek, amikről itt beszéltem, nem feltétlenül így igazak. Nem is beszélve arról, hogyha egy teljes komplet vaszkulatúrát nézünk, kapilláris hálózatot, összeköttetést, kanyarokat, ráadásul ezek a szövetek mozgása során, itt-ott megnyomódnak, tágulnak, még összetettebbé és komplexebbé teszi a képet. Mégis, azért ezek jó közelítéssel segítséget nyújtanak ahhoz, ezek a paraméterek, hogy jobban megértsük a mikrokeringésnek, és általában a keringésnek a jellegzetességeit. Ugye, ha a reológiai szemből Szempontból szeretnénk megnézni, hogy milyen szakaszai vannak a vérkeringésünknek, akkor van egy kiterjedt nagy terület, amit tömeges áramlás szakaszának nevezhetünk. Itt tulajdonképpen itt beletartozik minden olyan ér, aminek az átmérője 300 mikrométernél nagyobb. Itt helyjel közel az előbb említett hidrodinamikai, fizikai, törvényszerűségek jó közelítéssel alkalmazhatóak az áramlás megítélésére. Van egy nagyon érdekes zóna, az átmeneti zóna, ami egészen kapilláris méretig terjed. Itt lehet tetten érni nagyon szépen azt a fajta lamináris áramlással összefüggő sebességprofilt, amiről már beszéltem, hogy az érpálya tengeje mentén mutatkozik a legnagyobb áramlási sebesség, míg az érfal közelében ez lelassul. Ha ebbe beleképzeljük a vörösvérsejteket, akkor ők is ezzel az áramlási sebességgel mozdulnak el, tehát a legtöbb vörösvérsejt, a legnagyobb sebességgel áramló vörösvérsejt tömeg. Az bizony a érpálya tengeje mentén tömörül, míg az érfal közelében egy sejtszegény zóna vagy akár egy sejtmentes zóna is keletkezhet, és ott csak a vérplazma e, súrlódik, a vérplazma áramlik. Én ezt szeretném bemutatni egy pici videóval, hogy jobban e, szemléletes legyen. Egy érpálya hosszanti keresztmetszete látszik, és az is, hogy ott a közepén e, őrült sebességgel zúgnak a vörösvérsejtek, míg a két szélen, tehát tulajdonképpen az érfal közelében kevesen mozognak. Ott picikek is hógolyónak kinéző e, képleteket látunk. Ezek bizony a leukociták, a fehérvérsejtek, ugyanis pontosan ez a e, sejtszegény zóna teszi lehetővé azt, hogy ők kisodródjanak az érfal közelébe, és majd ott megfelelő e, összekötődésekkel ellássák a funkciójukat, ugye az érbelhártya és a fehérvérsejtek e, összekapcsolódása, adhéziója révén. A harmadik zóna az egyenkénti áramlás szakasza, ahol tulajdonképpen egyenként kell, hogy átszuszakolódjanak ezek a vörösvérsejtek a kis kapillárisokon, és ez nem menne anélkül, ha a deformabilitások nem lenne megfelelő. Két képet látunk, egy intravitális, tehát élőben készült videófelvétel két pillanatát. Ugyanarról az érpájáról. Készült ez a két pillanat, csak az idő különböző, különbözik. Néhány milliszekundum van a kettő között. Itt láthatjuk azt, hogy az egyik oldalág tulajdonképpen tömve van vörösvérsejtekkel, míg a jobb oldali képen azt látjuk, hogy körülbelül a fele a vörösvérsejtek mennyisége ott. És igen, a mikrokeringésben az egyes érpálya szakaszokban, pici kapillárisokban, kapillárisok előtti vagy kapillárisok utáni érszakaszokban jelenlévő vörösvérsejtek száma pillanatról pillanatra változik. Egészen más az úgynevezett hematokrit érték a szöveteken belül, nagyon széles az eloszlása, mint például abban a vérmintában, amit a könyökhajlati vénáinkból vesznek mikrokeringés területe, rendkívül változatos és rendkívül heterogén, és mégis kiegyensúlyozottan működik, és mégis elegendő ahhoz, hogy megfelelő tápanyag és oxigén jusson a szövetekhez, és onnan meg eliminálódjanak anyagok. Ezért is fantasztikus ez a rendszer élőben. És ahogy ugye említettem, a különböző elágazások, mellékágak, ö, tekintetében pillanatról pillanatra változik az is, hogy mennyi vörösvérsejt tekeredik éppen a bal oldaliba, egyáltalán jut-e valamennyi vörösvérsejt egy icipici mellékákba adott pillanatban, vagy nem, és ugyanez az a motor, ami, ahogy szintén említése került, segíti a fehérvérsejteket, hogy kisodródjanak az érbelhártya közelébe, és ott ellássák fiziológiás, vagy éppen kóros feladataikat. Említettem a vörösvérsejt deformabilitást már, hogy milyen jelentős ahhoz, hogy átjussanak a mikrokapillárisokon. Ez egy passzív alakváltoztató képesség, függ attól, hogy mekkorák a vörösvérsejtek, milyen az alakjuk, milyen a felülettérfogatarányuk, egyáltalán milyen az ő sejten belüli viszkozitásuk, mennyi hemoglobin és milyen hemoglobin van bennük, Ráadásul ugye az ő membránjuk ö, saját viszkozítása, illetve a membrán alatti fehérje hálóhoz való kapcsolódás révén kialakuló elasztikus tulajdonság mind befolyásolja, hogy mennyire rugalmasak, mennyire tudnak áthatló, áthatolni a mikrokapillárisokon. Ráadásul az ozmatikus környezet is befolyásolja az ő alakjukat. Ezt ö, ismerjük más tanulmányokból is, hogy egy hipotóniás közegben ugye a vörösvérsejtek duzzadni kezdenek, amíg aztán szét nem pukkadnak, illetve egy hipertónikus közegben zsugorodni fognak. A keringési rendszerünkben bizonyos határon belül a mi vörösvérsejtjeinket is éri ozmotikus stressz, hiszen a vesében, az úgynevezett henlekacsok környezetében sok száz, akár ezer milliózmol per kilogramm ozmolaritás is érheti őket néhány pillanatra. Tehát ez is egy olyan tulajdonság, amire nekik fel kellett készülniük, és ez is összefügg az ő rugalmasságukkal. Tehát az ozmotikus környezet is befolyásolja a rugalmasságot. Vörösvérsejt agregáció egy nagyon érdekes paraméter és folyamat. Ez a vörösvérsejtek visszafordítható összekapcsolódását jelenti, olyankor, amikor a véráramlás megáll, vagy lelassul, vagy olyan esetben, amikor bizonyos faktorok sokkal magasabb agregációs fokozatra kapcsolják ezt. Ez kezdetben abból áll, hogy a vörösvér sejtek pénztekercs-szerűen egymás mellé rendeződnek. Ez viszonylag gyorsan zajlik le, néhány másodperctől 10-15 másodpercig terjedő időszak az, amikor ezek a kis pénztekercsek gyakorlatilag elkészülnek, majd ezek még nagyobb konglomerátumot, még nagyobb labdacsokat képeznek, ez pedig akár egy-két percig is eltarthat. Ez a vörösvérsejt agregáció. Elindul a keringés, vagy megrázzuk a vérmintát, akkor ezek az agregátumok szétesnek, és újra szabadon egyenként áramolhatnak a vörösvérsejtek. Ez normális folyamat. A mértéke az érdekes mindig, hiszen hogyha túlzott mértékben kapcsolódnak össze, és nagyon erősek ezek az agregátumok, akkor ezek már befolyásolni fogják a viszkozitást, vagy éppen megnehezítik a mikrokeringést, ugye a szövetek perfúzióját. Ez az, amit megfigyelhetünk ugye élőben, ez működik plazmában, viszont nem működik olyan esetben, amikor nincsenek jelen bizonyos makromolekulák, bizonyos nagy molekulák, különösképpen bizonyos plazmában lévő fehérjék, amik révén ez a folyamat létrejön. Tehát függ a plazmától, függ a vörösvérsejtek saját felszíni tulajdonságaitól. Itt van egy nagyon érdekes glikoprotein réteg, aminek a sűrűsége, összetétele is befolyásolja azt, hogy hogyan tudnak ezek összekapcsolódni, nyilvánvalóan mechanikus jellemzőktől és a nyíróerőktől. De mégsem tisztázott még az, hogy ez a pici vörösvérsejt ott hogy találja meg az utat és hogy tud kapcsolódni a többiekhez. Ez egy fantasztikus, érdekes folyamat, egyébként nagyon széles fai diverzitást is mutat, és bizony sok kórállapotban jelen van, ezeket fel szeretném villantani néhány percen belül. A vörösvérsejt agregáció adja meg elsősorban azt a magyarázatot, hogy mitől is nem newtoni tulajdonságú a mi vérünk. Hogyha visszaidézzük azt az ábrát, itt egy kicsit komplexebben jelenik meg, a viszkozitás kerül ábrázolásra a sebesség gradiens függvényében, ugye azt látjuk, hogy az alacsonyabb sebességeknél magasabb a vérviszkozitás, magasabb sebesség gradiensnél alacsonyabb. És bizony ennek a hátterében az agregáció is van, hiszen alacsony áramlási sebességnél vagy stázisnál létrejönnek ezek az agregátumok, és minél nagyobbak ezek az agregátumok, annál inkább növelik a vér belső surlódását, tehát viszkozitás emelő hatása van. Ez az elsődleges magyarázat, tehát a nem newtoni karakterisztikára. Bármely okból kifolyólag változik a keringő vér viszkozitása, áramlási profil, bizony az endotéliumra, tehát az ér legbelső rétegére, az érbelhártyára hatással van. Számos ö, olyan folyamat van, amiben az érbelhártya, azaz alkotó sejtek és ezek összeköttetései ö, szerepet játszanak. Szerepet játszanak az erek összehúzódásában, az erek kitágulásában, szerepet játszik az endotélium, az érbelhártya, a véralvadás folyamatában, cserében komoly szerepe van, a vérlemezkék aktiválódásában, és ahogy korábban is említettem, a fehér kapcsolódásában és más alakos elemek adhéziójában is természetesen, és hatással van a környezetében lévő simaizomssejtek növekedésére és akár az érfal összetételének megváltozására is. Ezt azért mondom el, mert az érbelhártya funkciói nagy részt a mechanikus erőktől is függenek, ugye attól a nyírófeszültségtől, ami az áramló vér surlódásából is származik, illetve a cirkonferenciális feszüléstől, ami az érfalat éri, a véráramlás jelenlétével és a nyomás hullámok megnyilvánulásaként. És ezek a mechanikus erők különböző sejtfelszínen révő receptorokat is érintenek. Ugye a jobboldali ábra csak nagyon sematikusan mutat be néhány ilyen pontot, ioncsatornák nyílhatnak meg, vagy záródhatnak, a mechanikus erő hatására, és olyan további folyamatokat indíthatnak el, ami aztán az endotél sejteken belül működésre késztet bizonyos enzimeket, bizonyos anyagok termelését vagy átjuttatását ugye a, a, sejtmembránokon keresztül, és így jön létre az a komplex endotél érbenhátja funkció, ami aztán az előbb említett tágulatokra, szűkületekre, gyulladásos folyamatokra, stb. hathatnak. Abban az esetben, hogyha normál, lamináris áramlás van, ez a folyamat kiegyensúlyozott. Abban az esetben, amikor egy szűkület van, és egy mögöttes tágulatban euh, megjelenik a keringésben a káosz, a turbulens elemek, bizony ez a nyomás profil az endotél felszínén funkciózavarokat is fog okozni, és fenntart bizonyos kóros irányú elváltozásokat. Mint például ugye a simaizmok számának, ö, méretének növekedését, bizonyos depozitumok, lerakódások létrejöttét, egyáltalán ateroszklerotikus folyamatok előrehaladását. És bizony ez az egyik ok, hogy miért nem tud egy ateroszklerotikus szűkület, ö, lerakódás aztán meggyógyulni, hiszen mögötte mindig van egy kis ö, szűkület utáni tágulat, ami ugye nyomásprofil, nyírófeszültség változást okoz, és fenntart egy lokális endotél diszfunkciót. Szóval ez a sok paraméter, amiről beszéltem, számos betegségben változik, és egymásra is hatással van, és az érfalra is, ahogy ezt elmondtam. Hát milyen betegségekben lehet tetten érni reológiai változásokat? Természetesen, hogyha ha vér összetételeire gondolunk, akkor a hematológiai korképek is eszünkbe juthatnak. Itt három fő kategória jelenhet meg reológiai szempontból. Például azok a korfolyamatok, azok a betegségek, amikor a vérsejtek száma nagy mértékben növekszik, gondoljunk csak erre az összefüggésre, hogy minél magasabb például a hematokrit, annál magasabb a viszkozitás, de bizonyos betegségekben már olyan mértékű lehet a fehér szám, vagy éppen a trombocita szám, növekedése, hogy már ez is hatással van a viszkozitásra, nem beszélve arról, hogy ezek a sejtek egyenkénti tulajdonságai milyenek. A plazma protein összetétele is befolyásolja nem csak a plazma viszkozitást, nem csak a vörös vérsejt de együttesen a teljes vérviszkozitást is. Itt meg lehet említeni bizonyos olyan gyulladásos folyamatokat, amikor normálisan is jelenlévő proteinek, plazmafehérjék száma emelkedik meg, de vannak olyan kórállapotok, amikor rossz, abnormális proteinek jelennek meg, és ezek is nagy mértékben emelhetik a plazma viszkozitást, vagy éppen a vörösvérsejt agregációt. A harmadik csoport itt gyakorlatilag az a nagy kategória, amikor a vérsejtek alakja, mérete, belső viszkozitása, membrán tulajdonságai változnak. Ide tartoznak különböző hemoglobinopátiák, ide tartoznak a vörösvérsejtek méretét és alakját befolyásoló ö, többször örökletes tényezők is, és bizonyos olyan szekundár, tehát másodlagos membrán elváltozások, amelyek ö, különleges, bizarr formát is kölcsönözhetnek a vörösvérsejteknek, mint például a jobb-alsó sarokban látható akantocita, de említhető itt akár a sarlósejtes anémia is, amikor bizonyos fázisában a betegségnek sarló alakot vesznek fel. Hát El tudjuk képzelni, hogy a felület térfogatarány, vagy a belső viszkozitás vonatkozásában itt a deformabilitás is jelentősen romlik természetesen anyagcsere érbetegségekben kimutatták e, nemzetközi több centrumú e, tanulmányok 90-es évektől egészen az elmúlt évtizedig, hogy kóros reológiai faktorok a szív érendszeri betegségek rizikó tényezői is. Ugyanakkor ezekben a betegségekben is romlik a reológiai státusz. Kicsit olyan, mint egy ördögi kör, e, a, tojás és a tyúk kérdése melyik volt előbb. Bárhogy is nézzük, a reológiai változások, ahogy az érfalra hatnak, fenntartják a kóros folyamatokat, így kapcsolódhat össze ez az ördögi kör. Ez igaz cukorbetegségben, ez igaz hipertóniában, magas vérnyomás betegségben, érelmeszesedésben és bizonyos zsírrenyekcsere zavarokban is. A véráram fertőzés napjainkban is nagyon komoly kihívást jelent világszerte. Az ok különböző lehet, a klinikai kép pedig rendkívül változatos. Ez az úgynevezett szepszis folyamata. A szepsisnek fokozatai vannak, és azt is lehet mondani, hogy a mikrokeringés területe az, ami, ami egy nagyon összetett és nagyon jellegzetes képet tud mutatni, Hogyha ha megnézzünk itt három videót, akkor talán beszédesebb. Ugye az első videó egy normális véráramlást mutat adott szöveti területen, lehet látni, hogy vidáman, gyorsan szaladgálnak a vörösvérsejtek, itt-ott elsúan egy-egy fehér fehérvérsejt, dinamikus, kiegyensúlyozott az áramlás. Súlyos szepszisben azt láthatjuk, hogy lelassul. És hogyha az egyes kis erecskéket nézzük, itt-ott torlódnak a vörösvérsejtek, hol egyik irányból, hol a másik irányból indulnak meg, ugye az összekapcsolódásuk is kifejezettebb. Még egy szeptikus sokban lehet látni, hogy szinte néma területek is mutatkoznak, el lehet képzelni, hogy micsoda erő kell a szív részéről és egyáltalán a szervezet részéről, hogy valamilyen mértékű keringést fenntartson, hiszen itt ugye egy besűrűsödött, összecsapszódott, picikek is trombusokkal megtüzdelt érpálya látszik, és bizony ennek nagyon komoly reológiai lába van. Van egy összekapcsolódási pont a véráramlással is, hiszen hogyha lassul, stagnál a véráramlás, jelen van endotéld, sérülés, egy olyan helyzet, amikor fokozottabb, agre, fokozottabb koagulabilitás áll fent, akkor összeáll a firhó triász, és létrejöhet a trombózis. Ebben is reológiai faktorok mutatkoznak. Egyrészt a tekintetben, hogy bizony az áramló vér az a motor, ami a vérlemezkéket is a sérült endotél felületre sodorja ki, ők nem maguktól jutnak oda, ők kisodródnak. Tehát ennek is van egy ilyen reológiai motorja. Valamint az imént is már emlegetett szűkületek, lerakódások mögöttes területein létrejövő kaotikus áramlás szintén lerakódást eredményez a vérlemezkék részéről, és az is ismert, hogy maguk a vérlemezkék és bizonyos alvadási faktorok is aktiválódnak a mechanikus erők hatására a nyíró feszültség növekedése révén. Tehát több lábon, több tekintetben kapcsolódik össze a véráramlás sajátossága és a véralvadás rendszere is. És ez egy nagyon izgalmas és kihívással teri terület, ugye a rosszindulatú daganatoknak a reológiai és mikrokeringési viszonya. Egyrészt itt az egyik legnagyobb kihívás az a kóros ér újdonképződés, Ugye a daganatok növekednek, rengeteg tápanyagra, oxigénre van szükség, és olyan faktorokat hívnak segítségül, ami segíti az erek, Belenövését ebbe a daganatba, hogyha csúnyán fejezem ki magamat. Viszont ezek az erek nem normális összetételűek, kanyargósak, tekergősek, itt-ott szűkületek, tágulatok, az artériák és a vénák között ö, többszörös összeköttetést mutatnak, ráadásul a faluk sem olyan, mint a normális ér, az endotélium, tehát az érbelhártya össze-visszanő, különböző mértékben átjárható, összességében áramlás csökkentő hatású. Ez pedig tovább triggereli, tovább uh, kéri uh, az erek benövését, és egy hatalmas konglomerátum lesz, míg nem aztán ugye ez akár uh, másik irányba fordulhat. Ugyanakkor a viszkozitás, plazma és teljes viszkozitás emelkedik, fibrinogén koncentráció magasabb, fokozott a vörösvérsejtagregáció, romlott a deformabilitás, és együtt ezzel a kóros Ér geometriával egyértelműen romló mikrokeringést okoz. A lelassuló keringés áttétek kialakulásának lehetőségét fokozza, a lelassuló keringés, a nem megfelelő perfúzió bizony a gyógyszereket, citostatikumokat sem, képes a tumor belsejébe juttatni például, így a terápiás hatásosságot is befolyásolja ez a vaszkulatúra és így a reológia, és a kóros véralvadási állapottal együtt bizony trombotikus szövődmények kialakulásához is vezethet. És az utolsó korkép, amit röviden megemlítenék, az a ér elzáródásokkal összefüggő korkép, az iszkémia reperfúzió, Ugye, hogy egy eret lezárunk szükségszerűen műtétek közben például, vagy elzáródik például egy trombus révén, akkor a mögöttes területen ö, oxigénhiányos állapot lép fel, ugye a sejtek egy idő után elpusztulnak. Ha az érleszorítást oldjuk, vagy éppen ez a trombus dugó eltűnik, vagy feloldódik, akkor ugye beömlik az oxigénnel dús friss vér, ugye ez jónak tűnik első hallásra, azonban a korábban így, x iszkémiásan károsodott szövetekbe további károsodások jöhetnek létre, pontosan az oxigén szabad gyökök révén. A kettő közötti határ még a mai napig sem teljesen tisztázott. Kicsit olyan ez, mint Skylla és Karibdisz között hajózni, ugye az elnyelő Karibdisz, ugye a nekrotikus, hipoxiás sejthalál, vagy éppen a szabadgyökök által széttépázott Ö, szövetek, ugye, az külla szörnyként jelennek meg, és bizony ez a klinikumban mai napig kihívás, és a reológiai oldalról rendkívül összetett a szabad gyökök, eltérések, ozmolaritásbeli különbségek, mechanikai trauma mind-mind befolyásolja azt, hogy romlott deformabilitás vagy fokozott agregáció jelentkezik, ráadásul a vörösvérsejtek alakja is változhat, azáltal, hogy a pH milyen irányban tolódik el, vagy mennyire van jelen bizonyos ion háztartásbeli irány változás sejt hártya két oldalán, vagy éppen a szabadgyökök milyen mértékben vannak jelen. Úgyhogy ezek a kutatási programok, amik nálunk zajlanak, ezekre a paraméterekre fókuszálnak, és rengeteg olyan e, klinikailag releváns kérdéskört vizsgálunk, ami egyrészt a szövetek iszkémia reperfúziójával, gyulladásos kórképeivel összefüggő reológiai változást vizsgálnak, másrészt pedig bizonyos érsebészeti beavatkozások vonatkozásában e, szeretnénk e, hasznos információt nyújtani a klinikumnak, vagy még inkább optimális beavatkozások végezhetők el ennek hatására remények szerint. Emellett számos összehasonlító és klinikai együttműködésben végzett programban mérjük az előbb említett paramétereket. Ez a kérdés örök, mint a Pantarei filozófiája, mindig újabb és újabb kérdés kerül elő, és talán ebből az összefüggésből, amit már vázoltam, romló véráramlás, milyen mértékben okoz szövetkárosodást, deformabilitási, agregációs romlást, hogyan sűríti be a vért, úgymond hogyan nő a viszkozitás, ami aztán újabb véráramlás zavarokhoz vezet. Érthető az, hogy ez az ördögi kör minél jobban feltárásra kerül, annál nagyobb esélye lesz, hogy ebből megfelelő kiugrási pontokat találjunk, vagy megfelelő segítséget nyújtsunk a szervezetnek ahhoz, hogy ebből kijöjjön és rendeződjön a normál reológia, a normál áramlási viszony. Ez hagy bennünket, ez visz előre, és azt gondolom, hogy ez is motivál, hogy, hogy mindig van még azért egy olyan kérdés, ami előre vezet, és nem dőlhetünk hátra, mert a tudomány az végtelen, és mindig alázattal kell felé fordulni, és bizony ott vannak azok a kérdések, amit, amit még másoknak is vizsgálni kell, ha már mi nem tudjuk. Én úgy gondolom, hogy a véráramlás összetettségéről talán egy, egy rövid betekintést tudtam e, kelteni, átadni, és hát nyilván a tudományon túlmutató szimbolikája a vérnek és a véráramlásnak is rendkívül összetett. Én talán e, egy rövid idézettel fejezném be az előadásomat, ami Adi Endre, ős, vér, a vér-ős áldozat című írásából származik. Csupán folyókat cserélnek, de együtt iramlanak minden céljai a vérnek. A vér tudja a jó útjait, céljait, titkait, tudja. Éljen az ember, vér és a hit. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.